Ha mondjuk 6-an indulunk reggel dolgozni, akkor tele van a csomagtartó iskolatáskával, a tesi cucca, meg az úszó cucca, meg ez esetleg még az én hátizsákom is befér. 4 gyerek mellett nem csak az ülőhelyek száma, hanem a csomagtér nagysága is fontos szempont, amikor valaki autót választ. Egy kormányrendelet értelmében a július 1-e óta elérhető személygépkocsi szerzési támogatással most 2,5 milliós segítséghez jutnak a nagycsaládosok. 8 millió forint, az autó gyártója ehhez még egy meglehetősen komoly kedvezményt, 1,4 millió forint környéki kedvezményt biztosít, így azt mondhatom, hogy a 8 milliós autóból gyakorlatilag 8 milliós autóhoz olyan 4,67 millióért fogunk tudni talán hozzájutni, ez azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség. Az igénylés nem bonyolult, online és a kormányablakokban papír alapon is benyújthatóak a szükséges nyilatkozatok. A jogosultságnak feltétele, hogy legalább 3 gyermek után érkezik a családi pótlék, az egyik szülőnek van jogosítványa, és a családnak nincs hatósági tartozása. A 7 üléses autó vásárlásához ráadásul készpénz sem kell feltétlenül. Hitelt is felvehetnek a családok, a 2,5 millió forint az a hitelnek az önerejét is képezheti, ez nagy előny a családosoknak, mert nem kell kvázi beletenni pénzt, és ezáltal ugye marad a családba tőke. A kérelmezésre alig 2 hete van lehetőség, de az érdeklődés már most óriási. Ebben a kereskedésben 5 ilyen szerződést kötöttek már.